Buzánszky Jenő 1925. május 4-én Újdombovágon született. A dombovári vasutas csapat 1938-46, a pécsi VSK 1946-47, majd a dorogi AC, dorogi tárna, dorogi bányász 1947-59 játékosa volt. Részese volt az aranycsapat időszakában minden nagy sikernek, olimpiai bajnok 1952, Európa kupa győztes 1953, világbajnoki ezüstérmes 1954. 1950. november 12 és 1956. július 15 között 49-szer játszott a magyar válogatottban. Ő volt az aranycsapat alap 11-ének egyetlen vidéki klubból beválogatott tagja, sőt, világszerte az egyik leghíresebb magyar futballista. Tiszteletére a városban sportkomplexumot és utcát neveztek el. Újdombováron pedig szülői háza áll, amit emlékházzá avattak. Megemlékezéséről Szabó Csaba beszélt. Dombovár sportjának a leghíresebb személynek a mellszobrán elhelyeztünk el egy emlékkoszorút. Az az illető nem csak Dombovárnak volt a leghíresebbje, hanem Magyarországnak is az egyik leghíresebb sportolója volt, illetőleg tagja volt annak a csapatnak, amit aranycsapatként ismerünk. De visszatérve Buzánszky Jenő bácsira, aki 1925-ben született Dombováron, illetőleg akkor még a városnak azt a területét Újdombovárnak hívtak. Jenő bácsi itt élt a családjával, itt nevelkedett, itt járt iskolába, itt érettségizett a helyi gimnáziumba, és az első munkája is Dombováron a vasútállomáson volt. Mellette futballozott, 3 évet dolgozott Dombováron, később átigazolt Pécsre a másik vasutasport egyesülethez, a PVSK-hoz, és onnét került el Dorogra, ahonnét indult a világhírnév felé. Jenő bácsi később ugye tagja lett az aranycsapatnak, magyar válogatottként 49-szer húzhatta magára a címeres mezt. 1952-ben Finnországban, Helsinkiben tagja volt az olimpiai aranyérmet nyert csapatnak, egy évvel később 1953-ban szintén tagja volt az évszázad mérkőzésen Angliában, Wembley stadionban 90 ezer néző előtt annak a magyar csapatnak, amely a helyieknek a hazai veretlenségét, a 90 éves hazai veretlenségét fosztotta meg, és 6-3-ra tudtak nyerni, majd egy évvel később szintén tagja volt annak a magyar csapatnak, amelyik az 1954-es svájci labdarúgó világbajnokságon ezüstérmet tudott szerezni. Jenő bácsi volt egyébként az aranycsapatból az utolsó személy, aki távozott az égbe futballozó társaihoz. 2015. január 11-én, tehát napra pontosan 9 évvel ezelőtt, és hát még egy érdekességre már most felhívjuk a figyelmet, hogy 1925. május 4-én született Jenő bácsi, azaz jövőre lesz a születésének a 100. évfordulója, amire különösebben fogunk készülni itt a város részéről, illetőleg a sportbarátok részéről. Az aranycsapat hátvédje szinte mindent elért, amit sportoló elérhet. Olimpiát, európai kupát nyert, sikeres edző lett, számos társadalmi és sportvezetői megbízatást látott el. Buzánszky Jenő, aki 1947-ig él Dombováron, pályáját felidézve azt mondta, érettségi után mehetett volna Debrecenbe, Kaposvárra, de megmaradt dombovárinak. A legendás labdarúgó halálával pótolhatatlan veszteség érte nem csak a magyar, hanem az egyetemes labdarúgást is. Buzánszky Jenőt a származása miatt Dombovár város saját halottjaként tekinti. Az idei évben születésének évfordulójára is kiemelten készül a városvezetés.